Köszöntöm Önöket ez alkalommal Esztergom szép városából. Ma egy ünnepségre jönnek itt össze több ezren, hiszen találkozunk, kampány találkozás ez ugyan, de baráti találkozónak nevezném inkább a felvidéki magyar barátainkkal, Bauer Edit és Dupa Zólyomi Árpád, nagyon jó munkatársunk, képviselőtársunk volt az elmúlt időben. Én a magam kis beszédében arra fogok utalni, hogy mi a magunk részéről egyesítettük Brüsszelbe a nemzetet, hiszen felvidéki és erdélyi képviselőtársainkkal közös terveket szőttünk, közösen képviseltünk Kárpát-medencei régió, ha úgy tetszik, magyar régiós fejlesztéseket, az érdekeket, és ezt úgy látom Európában, ha nem is vették volna nagyon jó néven, de tudomásul veszik, hogy itt Közép-Európában él egy nép, ami összetartozónak érzi magát, aminek különlegesen szép nyelve van, és igen, a felvidékiek is, az erdélyiek is magyarul beszéltek az Európai Parlamentben, amit nem tehettek meg sem Pozsonyban, sem Bukarestben. Örömmel emlékszem itt Esztergom városában arra is, hogy innen indult a Hét Határ együttműködés, Hét Határ mozgalom, amit azóta eltávozott Pálffy István képviselőtársunk és barátunk kezdeményezett, és akinek a hagyományát, az örökségét folytatjuk. Nagyon fontos, hiszen Magyarország hét határán magyarok élnek. Úgy is szoktuk mondani, hogy Magyarország a magyarokkal van körülvéve, és ez különleges lehetőséget és természetesen különleges felelősséget ad ránk.